A hétvége is a mai nap legfontosabb eseményeivel itt a Híradó, köszöntöm nézőinket! 70 év után újra szakrális térré változott a pápai Eszterházi kastély kápolnája. Szombaton délután ünnepi szentmise keretében szentelte fel a felújított kápolnát az egyházmegye főpásztora, dr. Márfi Gyula veszprémi érsek. Az Eszterházi kastély keleti szárnyának első emeletén alakították ki még az eszterháziak idejében a kápolnát, mely aztán később 50 éven át a Városi Könyvtár olvasóterme volt. A kastély felújítással azonban a kápolna visszakapta eredeti funkcióját, újra szakrális tér lett. Ez mindenképpen örömteli esemény, mondta a szentmisén Márfi Gyula érsek. Nem annyira gyakorlati, inkább elvi jelentősége van, mert hiszen azokat az egyházi funkciókat, amelyeket itt majd végeznek, hogy egyébben háromszor, négyszer lesz itt szentmise, meg időnként ünnepélyesebb esküvők, azokat máshol is el lehet a városban végezni. De mégis van egy ilyen elvi jelentősége, hogy a valamikor szakrális hely újra visszanyerte a maga szakralitását. Az Eszterházi kastély kápolnáját 1990-ben felújították. A kápolna Európa Nostra díjban részesült. A felszentelt kápolnában megtartott első szentmisén dr. Mail József apát plébános kihirdette, a kápolna a Szent István vértanú plébániához tartozik. Örülünk annak, hogy ezt a kápolnát is megkaptuk, már úgy, hogy felszentelve rendelkezésünkre áll. Szeretnénk majd szentmisét mondani a kápolna felszentelés ünnepén, szeretnénk szentmisét mondani majd a Eszterházi Károly püspöknek a ünnepén, és egyéb olyan alkalmakkor, ami a városnak és az építetőknek is az ünnepe lesz. Valamint, ha valaki most már itt szeretne házasságot kötni, egyházi házasságot kötni ebben a kápolnában, akkor rendelkezésünkre áll ez a kápolna. Az ünnepi alkalom a pápai és a magyar himnusz eléneklésével zárult. 0680 949 015. Ez a Városgondnokság ingyenesen hívható zöld száma. A város üzemeltetéssel kapcsolatos problémakezelésre kialakított telefonos ügyfélszolgálat mától él. Ezzel párhuzamosan a város honlapján is lehetőség nyílt észrevételek problémák jelzésére. A Városgondnokság zöld számát ma délután mutatták be az önkormányzati intézmény Annatéri székhelyén. Városgondnokság, ügyfélszolgálat. Etényi Lászlóné vagyok, jó napot kívánok! Tájékoztatom Önt, hogy a beérkező hívását az 5-ös egyedi azonosítón rögzítem a rendszerben. Így jelentkezik be a Városgondnokság telefonos ügyfélszolgálati munkatársa. Az ingyenesen hívható zöld számot a lakossági észrevételek kezelésére rendszeresítette az intézmény. A lakossági konzultációk során derült ki számunkra az egyértelműen, hogy a város lakossága nem tudja, hogy kihez fordulhat egyértelműen azokra a problémákkal, ami a közterületet, illetve a városüzemeltetést érinti, és ennek a megoldására próbáltunk egy olyan rendszert kitalálni és most bevezetni, ami a teljes panaszfelvétel, illetve a panaszkezelést átfogja. A 0680 949 015-ös számon városüzemeltetési észrevételek, problémák jelezhetők. Zöld felületek, csapadékvízelvezető utak, járdák kezelésével kapcsolatosan a lakókörnyezetben tapasztaltakat jelezzék ezen a számon. A hívásokat a fogyasztóvédelmi törvény előírásai szerint rögzítik. A panaszkezelés új modern módszere lehetővé teszi, hogy ne csak rögzítsék a problémákat, hanem azok megoldásáról is tájékoztassák a hívót. Az itt telefonálók kapnak egy kódot, amellyel tudnak hivatkozni a panaszbejelentésükre, és a komplett panaszkezelés során egy olyan munkalapot veszünk fel, ami tartalmazza az ő panaszbejelentésüket, tartalmazza utána annak a kollégának, annak a városgondossági szervnek a felelősségét, aki felelős azért a területért, tartalmazza utána a megoldás határidejét, időtartamát, illetve egy visszajelzést is a bejelentő számára. A Városgondnokság ügyfélszolgálata hétfőtől csütörtökig 7 és 15 óra 30, pénteken pedig 7 és 13 óra között hívható.
Heves támadások indultak irányomba pusztán azért, mert néhány dolgot szerettünk volna megkérdezni, mondta a mai sajtótájékoztatóján Gröber Attila önkormányzati képviselő, a múlt heti polgármesteri nyilatkozatra utalva. A piac kérdése minden helyi pártot megszólalásra késztetett. Az ellenzék az árusok érdekeit figyelembe véve mondta el véleményét, és tett fel kérdéseket dr. Áldozó Tamásnak. Gröber Attila a mai sajtótájékoztatón elmondta, a választópolgárok keresték meg a piaccal kapcsolatos kérdésekkel, amit ő a két héttel ezelőtti sajtótájékoztatón tett fel a polgármesternek. Sok-sok feltételes fogalmazással, mert nem tudtunk róla semmi pontosat, a piacra, a piac bérbeadására. Ehhez képest a válaszok elmaradtak. Ugyanakkor a minősítésből annál többet kaptam. Gröber Attila nem tetszését fejezte ki Áldozó Tamás reakciójával kapcsolatban, aki azt állította, hogy nem végezte el jó képviselői munkáját. A munkámat jelentem elvégeztem, megnéztem a szerződést. Megnéztem a szerződést, amelyet az önkormányzat és a piac működtetője egymással kötött. Ebben a szerződésben azon túl, hogy egy összeg szerepel, amit a város évente kap, egyetlen sor nem vonatkozik arra, hogy a bérbevevő hogyan fogja az árait meghatározni, még a decemberi ajánlatban szerepel az, hogy az árakat majd a helyi gyakorlatnak megfelelően fogja kialakítani. A piaci árusok, őstermelők legnagyobb problémája az volt, hogy nem kaptak konkrét információkat a változással és az árak alakulásával kapcsolatban. Gröber Attila elmondta azt is, van elég dolog, amit meg kell oldani a városban, amiért érdemes lenne közösen dolgozni. Ezt az ügyet pedig lezártnak tekinti a politikus. A Dunántúli Református Egyházkerület 2010 óta szervez réteg találkozókat. Elsőként a református orvosokat szólították meg, majd a jogászokat, polgármestereket, agrárszakembereket és a pedagógusokat. Szombaton a Dunántúli Református pedagógusok már harmadik alkalommal tartottak konferenciát, melynek középpontjában ezúttal az oktatási rendszer jövője állt. A Dunántúli Református Réteg Találkozók célja, hogy az egyes szakmacsoportok tagjai az aktuális problémákról, kérdésekről, tendenciákról véleményt cseréljenek. A református pedagógusok találkozójára több mint 150-en jelezték részvételüket. A nyitó áhítat után dr. Huszál Pár dunántúli főgondnok köszöntötte a megjelenteket, majd Unger Tamás alpolgármester szólt a pedagógusokhoz, hangsúlyozva, az, hogy Pápa iskolaváros nagyban köszönhető a református intézménynek. Pontosan a református kollégium volt az első szervezett oktatási intézmény a városban, aki ezt a tevékenységet felvállalta, szervezettet fel intézményként még egyszer hangsúlyozva. És ez volt az az oktatási intézmény, ami utána nagyon sok oktatási intézmény alapítását inspirálta is. A találkozó vendége volt Cunyiné dr. Bertalan Judit. Ő korábban a református jogászok találkozóján vett részt, most azonban a köznevelésért felelős államtitkárként az oktatási rendszer jövőjéről beszélt. Mint mondta, fontosak a konzultációk, szakmai fórumok. Az elmúlt esztendőkben jelentős átalakítás történt a köznevelés intézményrendszerén tartalmi szabályozásán. Ezek úgy, mint ahogy általában az induló rendszereknél mindig folyamatos konzultációt igényelnek. A találkozón szó esett az egyházi iskolák oktatási s kiemelten nevelési feladatairól is. A következő réteg találkozó ősszel lesz. Az orvosok, majd a jogászok tartanak konferenciát. Barátok, kollégák, családtagok állnak értetlenül a haláleset előtt. A Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője tegnap délután tragikus hirtelenséggel elhunyt. Német Tamást a pápai hivatásos önkormányzati tűzoltóság vezetőjeként ismerhették meg a pápaiak. Az ezredes 2007 és 2011 között volt a pápai tűzoltóság parancsnoka. Halálát közlekedési baleset okozta. Tegnap délután közlekedési balesetben elhunyt Németh Tamás tűzoltó ezredes, a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója. A balesetben, ami a 77-es úton Monostorapáté és Kapolcs között történt, egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött. A motort Németh Tamás vezette. Az igazgató az Ybl Miklós Műszaki Főiskola tűzvédelmi mérnöki karán végzett Budapesten.
Dolgozott a pétfürdői hivatásos önkormányzati tűzoltóságon, a Veszprém megyei tűzoltóparancsnokságon, volt a Zirci önkéntes tűzoltóság elnöke, 2007 és 2011 között pedig a pápai hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnoka. 2011-ben nevezték ki a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatójának. Nős, egy gyermek apukája. Az igazgatót a katasztrófavédelem saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek. Németh Tamás 39 éves volt. Az 1925-ben születetteket úgy látszik megedzette az élet. Idén ugyanis már sokadik alkalommal jártunk 90 éves bácsit, nénit köszönteni. A II. Világháború borzalmai, a hadifogság, a vagyon elvesztése, a nulláról való újrakezdés nyomai érezhetők, de talán éppen ez az, ami miatt minden eszközzel ragaszkodnak az élethez. Pénteken Franz Lászlót köszöntötte a polgármester, akinek élete kalandos, és aki 40 éves külföldi tartózkodás után költözött haza pápára. Franz László 1925. április 26-án született pápán. Édesapja neves cipész volt. Az iskola után a győri Bencés székházba került, ott dolgozott. A háború alatt a soproni tüzérekkel szolgált, sokfelé járt harcolni. Mikor vége volt a háborúnak, akkor amerikai fogságba kerültem, de azok átadtak bennünket az oroszoknak, onnan pedig fogságba vittek el 19 napig, és ott voltam fél évig Marmaros-sziget és Agnaszlatinán. Ott volt egy orosz fiú, az édesapja magyar volt. Aztán ő hozzásegített ahhoz, hogy hazakerüljek. A háború után a pápai textilgyárban dolgozott szövőként, majd segédmesterként. 1956-ban feleségével és két fiával Amerikába távozott. Pennsylvaniába értem, jó darabig ottan egy vasgyárba dolgoztam, mechanikus szakmán, és elég a tűrhető körülmények között. Franz László a Pennsylvániai Magyar Tanya alapítója, az ottani programok egyik főszervezője volt. 1990-ben 65 évesen ment nyugdíjba, és 1996-ban települt haza feleségével. Fiai nem jöttek velük. Laci bácsi aktív tagja a Kertbarátkörnek és a Pápai Nyugdíjas Egyesületnek. Elfoglalom magamat itt, és már valamikor füvet vágok, valamikor sövény nyírok, csinálok sok mindent, festegetek. Ennek a festegetésnek ékes példái az udvari törpék, melyek Laci bácsi kezei alatt szépültek meg. A 90 éves Franz Lászlót pápaváros polgármestere és Bán Éva, a Nyugdíjas Egyesület elnöke köszöntötte. Az Egyesület önzetlen emberi és példamutató közösségi tevékenységének elismeréseként örökös tagcímet adományozott a 90 éves Laci bácsinak. Ezek voltak az elmúlt napok legfontosabb hírei, és most nézzük a holnapi időjárást. A Dunántúlon túlnyomóan borult időre számíthatunk, keleten azonban szakadozottabb lesz a felhőzet. Sokfelé várható eső, záporeső, szorványosan zivatar is valószínű. A helyenként erős déli szél kora délutántól északnyugatira fordul és viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul, de a Dunántúlon helyenként néhány fokkal hűvösebb lesz. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója hétfőn. Nézzenek bennünket továbbra, és én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!